nyílt szint tapsot kapott ez a megállapítás, akkor ez kellett. Tehát minden olyan dolgot, ami egy... Azt gondolom, hogy azért fontos ezeket az alapokat még nagyon röviden is megismertetni a lányokkal, mert megvan a lehetősége annak, hogy nem ettől nem lesznek újságírók, de megvan a lehetősége annak, hogy egyszer bekerülnek egy szerkesztőségbe gyakornokként, és akkor nagyon-nagyon jól fog jönni ez a tudás a kezükben. Alapvetően azt gondolom, hogy úgy a való életben is az egymással való kommunikáció, a kommunikációs készségek segítségében, a kommunikációs készségek javításában is segíthet. Meg egyáltalán, hogyha arra figyelünk, hogy mivel tudjuk egy másik ember érdeklődését felkelteni, az egy nagyon hasznos tudás. Teljesen függetlenül a szituáció. Hogy azt szeretném kérni az interjúalanyoktól, hogy értékeljék egyrészt az interjú szituációt, hogy ők hogy érezték magukat ebben az interjú helyzetben. Azt gondolom, hogy egy roma fiatalnak valami olyasmire kellene vágyakoznia, ami ellentéten áll a jelenlegi helyzetben. Ez egy idézet tőle. Az, hogy a roma lány diák az más sem, mint a nem roma lány diák, ezen egy picit gondolkoznom kell, mert az ösztönszerű válaszom az, hogy nem igazán érzékeltem a különbséget. Talán a feladat megoldásban most a második gyakorlati feladatnál éreztem azt, hogy majdnem mindegyiküknél, én ezt nem mondtam, hogy feladat, de majdnem mindegyikük az interjú alanyoktól valamilyen roma kapcsolódási pontot is kérdezett a hivatásuknál, tehát, hogy volt-e mondjuk az egyik interjú alany a Sotén tanító tanár, hogy voltak-e roma diákjai, vagy bármikor a hivatása során találkozott-e cigányokkal. Tehát valahogy ők mindig a saját tematikát belecsempészték a saját érdeklődési körüknek megfelelően. Most itt az volt a tapasztalatom, hogy friss, üde, tehetséges fiataloknak egy nagyon-nagyon jó összeállítása született, és tényleg új hangvétel, mert ugye nyilván egy újságíró nem tudja, hogy én nagymama vagyok, itt meg ti azt látjátok, hogy én nagymama vagyok, tehát hogy egy kicsit komplexebb összeállítás született, úgyhogy nagyon köszönöm. Azt gondolom, hogy azért, mert elhoztam a táborba a két kislányomat, ez segített nekem a lányokkal való együttmunkában. Valahogy a gyerekeken keresztül kicsit könnyebb volt az amúgy a tanár-diák helyzetből való informális. Itt amúgy sincs olyan nagy távolság a tanárok meg a diákok között ebben a táborban, de még ezt a gyerekeim még jobban kicsit közelítették. De amúgy én nem cigány újságíró képzést, vagy cigány újságíró gyors talpalót csináltam itt, hanem újságíró gyors talpalót történtesen cigánylányoknak, mert ők vannak itt, tehát nem csináltam emiatt, vagy szakmailag nem képeztem őket másként azért, mert cigányok, és annyira nem is éreztem másmilyennek az ő hozzáállásukat a témához, vagy a szakmához.